Nagy érdeklődés övezte legutóbb a patronus termelői és kézműves piacot Pécsett a Búzatéren. Számos helyi termelő érkezett szerte Baranyából, és árulták portékáikat. Tavaszi zsongás van már a piacon, mert tényleg ennyi árus már nagyon régen volt. Az idő az most nem annyira kedvező, viszont termékekből már bőven lehet találni. Hát a búzatéri piacot azért hívtuk annak idején életre, mert úgy gondoltuk, hogy a helyi termelők elsősorban itt fognak tudni árusítani. Látjuk, hogy a vásárcsarnokban ez nem feltétlenül így van, és tartjuk tőle, hogy az új vásárcsarnok sem ad mindenkinek lehetőséget, de örülünk annak is, hogy az is létrejön, és még többen lehetnek a termelők. De láthatóan népszerű a piac a vásárlók körében, hiszen itt mondhatjuk úgy, hogy egészséges termékeket találunk egészen biztosan. A képviselő már évek óta kiemelt figyelmet fordít a helyi termelők támogatására, illetve a kézműves termékek népszerűsítésére. Mint mondja, ez a lendület nem áll meg, a jövőben még jobban felértékelődnek a helyi termelők. Most a kormány célkitűzése az, hogy több 1000 milliárd forinttal támogassa a mezőgazdaságnak az újraélesztését a falvakba, hiszen valaha is európai listára voltunk, hiszem, hogy most is az vagyunk, és nagyon sokan tudnának ebből nyilván megélni a falvakban. És nem kellene akkor bevándorolni városokba, ipari vagy betöntött munkát végezni azoknak, akik egyébként a földön kiválóan egyengetnék az élelmiszerellátást. Ez egy pici része ennek a projektnek. A Hajnóci utcai piacot is ezért újítottuk fel annak idején, az új vásárcsarnok is ennek épült, és hát én úgy tudom, hogy most a Dianetéri piacnak is egy felújítására készül a város, azzal együtt, hogy ott még van mit megbeszélni az ott árusítókkal, mert egyelőre nem sikerült gondoskodni arról, hogy amíg a felújítás tart, addig mi lesz az ott árusítókkal. A hazai élelmiszerellátás biztosításának érdekében még márciusban született egy kormányrendelet a gabona export tilalmáról. Kővár János szerint ahhoz, hogy a saját terményeinkből tudjuk magunkat fenntartani, és függetlenedjünk a külföldi termékektől, a helyi gazdákat kell támogatni. Ez elsősorban a gabonánál probléma most még, de azért majd az zöldséggyümölcs esetében is arra lehet számítani, hogy amit megtermelünk, azt fogjuk tudni elfogyasztani. És hát ilyenkor még az időjárási viszonyok is ugye beleszólhatnak abba, hogy elfagy-e éppen a termés, vagy nem. Tehát azért ahhoz, hogy megfizethető áru legyen a termék, amit megveszünk, ehhez minél több termelő kell, hogy legyen, aki újra nekilát a termelésnek, és értékesíti a piacainkon. A piacot szervező Patronus Szociális Szövetkezet tagjai is örülnek annak, hogy ilyen nagy népszerűségnek örvend a program. Mind a vásárlók, mind ugye a termelők, kézművesek itt. Tehát a képek magáért beszélnek, hogy nagyon sokan választják ezt a formát a vásárlásra, hisz itt ugye találkozik a vevő, a termelő, az eladó is egyben, ugye, és tudnak beszélgetni, tehát egy közösség alakult, mondhatom ezt. Ami egy online vásárláskor, egy megrendeléses vásárláskor, egy boltban nem történik meg. És én úgy gondolom, hogy ez is hozzátartozik ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, és élmény legyen a vásárlás, és mi erre törekszünk, hogy élmény legyen a vásárlás. Az elmúlt években több nehézséggel is szembe kellett néznie a szövetkezetnek. Itt a pandémia is nehezítette, illetve a támogatásoknak a hiánya. A vásárlóktól kapunk támogatást, illetve a termelőktől, hogy csináljuk, folytassuk, és ez az, ami mindennél többet jelent számunkra, bár örülnénk, hogyha több támogatást kapnánk anyagilag is, mert a szívünk, lelkünk benne van, de néha az kevés. Úgyhogy bizakodóan tekintünk előre, és ezt szerintem nem is lehet máshogy, úgyhogy arra biztatjuk a vásárlóinkat, a leendő vásárlókat, illetve azokat, akik nézik most ezt az adást, hogy jöjjenek ki bármely Patronus piacra, a közösségi oldalon is megtalálnak minket, hogy mikor vannak ezek a piacok, de a szombati Búzatéri az ugye egy fix nap, és két hetente a Mecsekáruháznál páratlan héten, és páros héten pénteken pedig a Kossuth téren várjuk szeretettel őket. A Patronus Szociális Szövetkezet egyébként az év kereskedője díjat érdemelte ki 2021-ben, így díjnyertes és ellenőrzött termelőktől vásárolhatnak az érdeklődők a rendszeresen megszervezett piacokon.